Az elmúlt héten már hírt adtunk a könyvtár által megrendezett mesemondó vetélkedőről. Most a rendezvényen készített felvételből láthatnak egy újabb részletet. Sütő Áron mesél a gyerekeknek. Úgy szép fának adt el a bikát, baranyai népmese. Volt egyszer egy gyengőrnek három fia. Elhalt az öreg, nem maradt egyik vagyona, csak egy bika. Hát most ez a három gyerek, hogyan osztozzon ezen a bikán? A legkisebbik azt tanácsolta, építsünk egy istállót, s amelyikbe beszél, azért lesz a bika. Elkezdtek építeni. Az egyik téglábú, a másik vályagú, a legkisebbik pedig zöldábú rakott sátorformát. Mint hagyják haza a bikát, a legkisebbik istállójába szállt be, mint a zöldábú volt. Féle színnek tartották, mégis övé lett a bika. Hát most gondolja magában a gyerek, mit csinálja? Majd felvezetem a vásárra, oszkáladom. Mint vezetgeti át az erdőbe a bikát, egy fa elkezd csikorodni. Szél hajtotta. Jó megállt alatta, kérdezte. No, megosztod a bikámat? Fa egyre csak bólintott, hogy megoszi. Szél hajtotta. No, hát ha megosztod, azt mondja, itt hagyom. Most nem kell kifizetni, egy hét múlva visszajövök az áráért. Hazament, egy hét múlva visszament. Jaj, de már messziről látta, hogy ott eszik, ott sziválják a farkasok a bikát. A szondja, most nem még oda, vendégei vannak, nem akarok alkalmatlankodni, hogy nekünk is tartozik. Egy hét múlva visszament. Csendes idő volt, nem fújt a szél, állt a fa. A szondja, elgyűjtem a pénzért, ha nem fizetett ki, kivállak. Úristen, elkezdte vágni a fát, de a fa likas volt. Tele volt aranyjal. A fiú egy zsák aranyat hozott el onnan. A testvérei nem tudták, honnan hozták a bolondeszkesnak pénzt. Meg is ütötte őket a bút hazirítségtől. A fiú meg hazament, megházasodott. Máig is jelnek, ha meg nem haltak. Itt a véged ideje, aki tudja, mesélje.